Jó reggelt kívánok, ez a Híradó 8 órakor az M1-en, Székely Áron vagyok. Őrizetbe vettek egy líbiai bevándorlót Németországban, aki a gyanú szerint terrortámadást tervezett Berlinben az izraeli nagykövetség ellen. A 28 éves férfi 2 éve érkezett Németországba, de elutasították a menedék kérelmét. Az eddigi információk szerint a merényletet lőfegyverrel akarta végrehajtani, amelyhez konkrét tervekkel is rendelkezett. A német hatóságokat az amerikai hírszerzőszolgálat figyelmeztette a veszélyre, majd a rendőrök szombaton egy Berlintől 30 kilométerre lévő településen egy menekült szállón elfogták a gyanúsítottat. A rendőrség azt közölte, hogy a líbiai férfi kapcsolatban állt az iszlám állammal. Részletek Berlinből, Noll Katalintól. Ismét egy elutasított menedékkérőről van szó, ő az ügy gyanúsítottja. A Bild úgy tudja, hogy 2022. novemberében érkezett Németországba, 1 évvel később a menedékkérelmét elutasították, tehát réges-régen ki kellett volna ő toloncolni. Németországban jól tudjuk, a kitoloncolások folyamata sem működik. Megszólalt egyébként a szövetségi belügyminiszter, illetőleg a szövetségi igazságügy miniszter, akik mindketten felhívták a figyelmüket a terrorveszélyre, tehát úgy azt hangsúlyozták, hogy gyakran vesznek célba izraeli épületeket, tehát ezeknek a védelme különösen fontos. Olaf Scholz német kancellárt szembesítette egy férfi azzal, hogy a 17 éves lányát egy illegális bevándorló ölte meg. A férfi szerint tucatnyi hasonló támadás történik naponta Németországban, de a kormány mégsem tesz semmit. Bakondi György az M1-en azt mondta, az emberek elutasítják a bevándorló tömegeket, és ez az európai választási eredményeken is látszik. Egy illegális migráns ölte meg ennek a német férfinak a 17 éves lányát. Az eset 2023. januárjában történt. Az elkövető súlyos bűncselekményekért elítélt palesztin férfi volt, aki összesen 38-szor szúrta meg a lányt és a barátját. 8 másik embert pedig megsebesített egy Hamburgba tartó regionális vonaton. Az apa most a német RTL egyik műsorában ült egy asztalnál Olaf Scholz-szal. Arra hívta fel a kancellárt figyelmét, hogy Németországban naponta 24-32 késes támadás történik. A kormány szerinte mégsem tesz semmit. Vannak szülők, akik gyermekeik sírjánál vagy koporsójánál állnak. Életükben utoljára megsimogatják gyermekük jéghideg kezét. Önök ezt el sem tudják képzelni, mondta a férfi a német kancellár szemébe, majd hozzátette, évek óta azt hallja, hogy beszélni kell a migrációról, csak hogy szerinte ezzel nem lehet előrébb jutni. Szerinte nem a kitoloncolásokról kell egyeztetni, hanem arról, miért engedik be a migránsokat az országba. Németországban közben folyamatosan nő az elégedetlenség a migráció miatt. Egyre több bűncselekmény köthető a bevándorlókhoz, drasztikusan nőtt a merényletek száma, a németek ezért aggódnak az országuk jövője miatt. A környező államokban is hasonló a helyzet, Ausztriában a bandaháborúk mindennapossá váltak, és a migráció miatt párhuzamos társadalmak alakultak ki. Ez Svédországban is sok gondot okozott az elmúlt években. Tavaly minden korábbi rekordot megdöntött a fegyveres bűncselekmények száma. Az illegális bevándorlók jelentős része Szerbián keresztül érkezik Európába. Számuk folyamatosan nő, a migránsokat segítő szervezetek ezért azt kérik, hogy nyissák újra a korábban bezárt befogadó központokat. Emelkednek a számok, tehát az érkező migránsok száma ebbe a térségbe, másfél pedig jön a hideg időjárás, tehát a téli időszak, tehát szeretnék, hogyha a migránsok nem okoznának problémát a helyi lakosokkal, tehát a környékbeli lakosokkal, ugyanis erre korábban is volt precedens, korábban is volt példa, hogy amikor a migránsok nem tudnak hova meghúzózkodni, akkor betörnek olyan házakba, olyan elhagyatott vagy hétvégi házakban, amelyekben épp akkor nem tartózkodnak ott a tulajdonosok. Az emberek biztonságérzetét súlyosan veszélyeztette. A biztonsági helyzet romlott Európában, erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1-en. Bakondi György kiemelte, ideje lenne az illegális migrációt az európai emberek oldaláról megközelíteni, józanul, ideológiamentesen. Szemmel láthatóan a nyugat-európai politikai vezetés, elsősorban a nemzetállamokat vezető politikusok, akiket ugye a lakosság közvetlenül választ meg, keresik a megoldást, hogy mit lehetne tenni, hogy ezt az elhibázott, Európai Unió szinten elhibázott migrációs politikát nemzeti szinten valahogy korrigálni lehessen. Bakondi György emlékeztetett rá, hogy a magyar kormány a magyar emberek érdekeiből indult ki, és a belső biztonság garantálása érdekében hozta meg a döntéseit.
amiért azóta is politikai támadásoknak van kitéve. Több mint 30 ezeren tüntettek Brüsszelben a gázai övezeti és a libanoni harcok azonnali leállításáért. A demonstrálók felszólították a belga kormányt, hogy ismerje el a palesztin államot és tegyen lépéseket a teljes körű izraeli fegyverembargó érdekében. A szervezők szerint nem csak az Európai Unió, hanem az egyes országok is dönthetnek önállóan. Példaként említették Írországot és Spanyolországot, ahol a kormányok elismerték az önálló palesztin államot. A nyugatot is felelősség terheli, amiért az ukrajnai háborúnak nem sikerült véget vetni, jelentette ki vasárnap Robert Fico szlovák miniszterelnök. Az egyik szlovák hírtelevíziónak azt nyilatkozta, hogy ez egy olyan háború, amelyet Oroszország a nemzetközi jog megsértésével robbantott ki. Ma azonban a nyugat a háború folytatását támogatja, hogy ezzel térdre kényszerítse Oroszországot, mondta Robert Fico. A szlovák miniszterelnök szerint Ukrajna NATO csatlakozása egy harmadik világháborúhoz vezethet. Tízezrek tüntettek Georgia fővárosában az ország európai uniós integrációjáért. Tbilisiben uniós és georgiai zászlókat lengettek, miközben az Európai Unió himnuszát játszották. Georgia tavaly decemberben tagjelölti státuszt szerzett, az EU azonban az ország mostani vezetését nyugatellenes politikával vádolja, és befagyasztotta a csatlakozási folyamatot. Georgiában szombaton parlamenti választások lesznek, melyeket sokan döntőnek tartanak az ország jövője szempontjából. A nagy arányú részvétel a nemzeti konzultációkon megerősítik a magyar szuverenitást, segítséget és erőt ad a kormánynak ahhoz, hogy sikeresen képviselje a magyar önállóságot. Erről Hídvégi Balázs államtitkár beszélt egy videóban. Hozzátette, a hamarosan induló nemzeti konzultációban mindenki elmondhatja a véleményét a családi adókedvezményről és a 13. havi nyugdíjról is. Brüsszel a népesedési és munkaerőpiaci gondokat egyetlen dologgal, a tömeges bevándorlással fejezte. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy nem bevándorlókra van szükség, hanem a gyermeket nevelő magyar családok támogatására. Ezért akarjuk megduplázni a gyermekek után járó adókedvezményt két lépcsőben a következő időszakban. Brüsszel folyamatosan támadja a 13. havi nyugdíjat, és azt követeli, hogy a magyar kormány szüntesse meg azt. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy nem megszüntetni, hanem pont ellenkezőleg. Állandósítani kell a 13. havi nyugdíjat, ezzel is segítve időskorú munkatársaikat. Magyar Péter állításával ellentétben nem igaz, hogy Manfred Weber szereti Magyarországot. Erre hívta fel a figyelmet a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Bencer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban emlékeztetett. Az Európai Néppárt frakcióvezetője azt mondta, a hetes cikkes jelentés elfogadásával nem a Fidesz és nem Orbán Viktor, hanem az egész ország ellen szavazott. Te Peti, csak az újdonság kedvéért nem próbálod ki egyszer, hogy milyen igazat mondani? Weber szereti Magyarországot? Hát a saját szájával mondta el, hogy az egész országot támadja. Nem Orbán Viktort, egész Magyarországot. Te meg a kisöcsi vagy mellette a telefontolvaj, akit irányíthat, mert a mentelmi jogod a kezében van. Vége van, Peti. Pukkad a lufi. A tömegturizmus ellen tüntettek a Kanári-szigeteken. A helyiek szerint a látogatók milliói miatt egyre kevesebb az ivóvíz, magasak az ingatlanárak és komoly környezeti károkat is okoznak a turisták. Idén eddig csak nem 10 millió látogató érkezett a Kanári-szigetekre, ez 10%-kal több, mint tavaly ilyenkor. A szigetek állandó lakosainak száma alig több, mint 2 millió. Hasonló tüntetések voltak korábban több spanyol városban is. Egy exkluzív stadiontúrán vehettek részt a Mentsi Életet Közhasznú Alapítvány támogatottjai a Groupama Arénában, az ország legnagyobb autóimportőrének támogatásával. A daganatos betegségből gyógyuló gyermekek és szüleik egyebek mellett megnézték az öltözőket, a focipályát, valamint az FTC női labdarúgó csapatának tagjaival is találkoztak. Az alapítvány 13 éve segíti a súlyos betegségben szenvedő és ezekből gyógyuló gyermekeket és családjaikat. A Válts valóra te is egy beteg gyermek álmát program keretében pedig a kisbetegek titkos vágyait, kívánságait teljesítik. Most jelen pillanatban ugye egy élmény ajándék van a gyerekeknek, ugye az orvosok azt mondják, hogy az élmény is gyógyít. Egyébként álmokat váltunk valóra, van egy álomiskola programunk, ahol különböző terápiákat, fejlesztéseket finanszírozunk, illetve a legrászorultabbaknak az álomkommandó programunk segítségével tűzifát vásárolunk.
29 emeletet, egészen pontosan 672 lépcsőfokot kellett futniuk azoknak, akik neveztek a MOL jótékonysági toronyfutására. Olimpiai és világbajnok sportolók, hírességek és civilek is jelentkeztek, összesen 350-en. A verseny célja az volt, hogy közelebb hozza az ország legnagyobb irodaépületét a városban élő emberekhez. Emellett egy jó ügyet is szolgált, a nevezési díjakból befolyt összeget a MOL megduplázza, és egy állatvédő alapítványnak ajánlja fel. Azt szeretnénk, hogy ez az épület így a város életében valamilyen szerepet betöltsön azon kívül, hogy itt dolgozunk. Tehát az a cél, hogy minél többen megnézhessék, kipróbálhassák ezt az épületet is. Ez volt a Híradó 8 órától. További hírekért, videókért keressék fel a híradó.hu weboldalt. Most a Nemzeti Sporthíradó következik Dedecsik Ferenccel. Maradjanak velünk!